2021-ben sem maradnak társalgó nélkül. Köszöntöm az év első magazinjának nézőit. Mai adásunkban felelevenítjük a karácsonyi és az újévi koncert pillanatait. Hamarosan kezdünk. Azonban itt a műsorunk elején megragadnám az alkalmat, hogy minden gyermeknek megköszönjük a Makkói Városi Televízió nevében azokat a pályaműveket, amelyeket beküldtek a betlemes felhívásunkra. Köszönetünk jeléül pedig ajándékcsomagot szeretnénk átadni nekik, amelyet átvehetnek itt a Hollósi Kornélia 2 pera első emeletén a Makkói Városi Televízió szerkesztőségében. Továbbá ma is velünk játszhatnak, hiszen az óév utolsó magazinjában azt kértem önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy Kecskeméti Bence Odi milyen verset szavalt. A helyes válasz volt Ady Endre Karácsony. Gratulálunk a nyerteseknek, akik már a képernyő alján láthatták neveiket. Ne csüggedjen az sem, aki most éppen nem nyert, hiszen ma is velünk játszhatnak, ha megírják nekünk azt, hogy mikor van vízkereszt. A helyes válaszokat várjuk a 0634471464-es telefonszámunkra, valamint Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Ha nagyobb eséllyel szeretnének játszani a szegedi szabadtéri játékok belépőjegyeiért, vagy Luigi dedikált CD-jéért, akkor nincs más dolguk, mint hogy megosztják közösségi oldalukon a társalgunkat. Ne menjenek sehová, hiszen már is kezdünk. Online karácsonyi műsorral készült a Makkói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Először csemegézzünk a Best of előző évek válogatásaiból. ...2020 nagyon sok változást hozott. Ez nem volt másként a Makkói Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában sem. Mint megtudtuk, minden tanév legnagyobb eseménye a karácsonyi koncert, amelynek a hagymaházat otthont. Azonban ezt legutóbb rendhagyó módon valósították meg. Az érdeklődők online formában követhették először az elmúlt évek koncertanyagainak a Best of válogatását, amelyből mi is részleteket játszunk be.
Az ifjúsági fúvú zenekart egy kétkezes zongorajáték követett. A gitárzenekar fiataljai Kovács Róbert közreműködésével egy szamba mixet is előadtak. Összefoglalunk végén pedig a vonós kamaracsoport következik Tútnicse Erika közreműködésével. A folytatásban pedig a meglepetés koncert produkcióit láthatják, amelyet a Bartók Székely Intézményben vettek fel.
Az előző évek best-of válogatását követően pedig egy meglepetés online karácsonyi koncertet is készített a művészeti iskola. A felvétel elején Borkáné Dudás Mónika, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének ünnepi gondolatait hallhattuk, majd többek között kitért a rendhagyó összeállításuk apropójára is. 2020-ban nem találkozhatunk személyesen. Mindannyian tudjuk, ez az év sok lemondással járt. De az emberek ünnepei nem maradnak el. Ott vannak a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban. Leginkább a karácsony van ott. Az év talán legszebb, de mindenképpen sokunk számára legszentebb ünnepe. A karácsony üzenete örökérvényű. A törődés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség, a szeretet. Amikor a hideg téli estén a karácsonyfa mellett összegyűlünk a családdal, szeretteinkkel, és félretesszük az év fáradalmait, hogy a szeretetnek mind az öt nyelve megszólalhasson. Mi ezek közül kettőt szeretnénk most hangokra váltani, a minőségi időt és az ajándékozást. Bárdi Andrea művésztanár homokfestését a fiatalok éneke színesített, amelyet a Carol of the Bells produkciója követett. A műsorszámok többségét a Bartók iskola koncerttermében vettek fel, amelyet stúdióvá alakítottak át. A diákok örömmel jelentkeztek a rendhagyó felvételre. Mint megtudtuk, minden évben lelkesen készülnek a növendékek és tanáraik a karácsonyi koncertre. Thank you.
Az online videóban meglepetés tanárprodukciókat is láthatott a néző. Az újévi koncert hagyományát még a pandémiás helyzet sem szakíthatta meg, így szintén rendhagyó módon kerítettek sort a zenei eseményre. A makkói magán alapfokú művészeti iskola és zeneművészeti szakgimnázium növendékei és tanárai most ebből is láthatnak egy rövid összeállítást. Az előző évek újévi koncertjeiből állt össze a 2021-es újévköszöntő, amelyet televíziónk is korábban műsorra tűzött. Társalgunkban pedig ezeket a pillanatokat elevenítjük fel.
A nyitány után Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntő beszédének részlete következik, amelyben Vas Albert író-költő gondolatán keresztül értékelte az előző évet. Nem vagyok könnyű helyzetben az elmúlt év számvetésében sem. Az ezzel kapcsolatos érzéseimet Vas Albert író-költő természeti képekben megjelenített gondolatai híven tükrözik. Télen a kőrisfa számvetést készített magáról. Megmérte a földet, amit a gyökereivel átölelve tartott. Megmérte magát, hogy az évek hosszú sorain át mit gyűjtött évgyűrűi közé. Mennyi vihart és mennyi fagyos éjszakát, mennyi napsugarat és mennyi madárdalt. És végül megmérte feje fölött a magasságos eget. Kereken, amit csak képes volt belátni, és ami örökké mozdulatlanul őrködött fölötte, mint egy gazdag, jóságos apa. Így, ilyen formában az idei számvetés bennem nem csak az elvégzett szolgálat listája, hanem a szolidaritás és a reményteli előretekintés is, amely figyelmemet egyben felfelé is irányítja. A válsághelyzet egyszerre vesz el tőlünk, és teremti meg a lehetőséget arra, hogy értékeljük jelen helyzetünket, s hogy többek legyünk, tágabb perspektívában értelmezzük életünket, felfelé tekintve rácsodálkozzunk, hogy az élet sokkal több annál, mint amit megtapasztalunk. Kijózanítóan, radikálisan mutatja meg, hogy az élet, melyet biztosnak és biztonságosnak tartunk, valójában mennyire törékeny, mennyire sérülékeny. Hogy azok a sarokkövek, feladatok, felelősségek és szerepek, amelyek szerint hétköznapjainkat éljük, valójában homokra épített házként tudnak egyik napról a másikra leomlani, összedőlni. Mindannyian megérezhettük a keserű igazságát annak, hogy csak akkor tudjuk meg, mi mindenünk van, amikor elveszítjük. De kaptunk egy lehetőséget arra, hogy tanuljunk mindebből. Megtanultuk, mennyire tud hiányozni egy egyszerű készfogás. Megtanultuk, hogy az eddigi életritmusunk lassulásával, elcsendesülésével új hangok szólalhatnak meg. Nagyobb figyelmesség, alkalmazkodás, együttérzés, lehajlás, tenni akarás a másikért. Megtanultuk, hogy a szeretteink és a barátaink személyes jelenléte nélkül mennyire szürke, üres és rideg a világunk. Megértettük és átéreztük, mennyire fontos egy ölelés. Mindez a személytelenedő, egyre értéktelenebb világunkban vehetjük intő jelként, tanulságnak vagy tanításnak, hogy merjük látni és vigyázzunk valódi értékeinkre. Thank you.
Ennyi fért mai társalgunkba. Azonban itt a végén újra elmondanám játékkérdésünket. Mikor van vízkereszt? A helyes válaszokat várjuk a 0630 447 1464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Ha nagyobb eséllyel szeretnének játszani a szegedi szabadtéri jegyekért, vagy Luigi dedikált CD-ért, akkor nincs más dolguk, mint hogy még megosztják a társalgunkat. Én ezzel búcsúzom, ne feledjék, jövő héten csütörtökön, ugyanebben az időpontban újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!